Zsámbók Lili, városunk egykori vízilabdás játékosa, életében máig fontos szerepet játszik a sport. Manapság különböző típusú TRX edzéseken találkozhatunk vele. Egészen pici koromtól kezdve sportolok. Mindig is, már nagyon pici gyerekként imádtam a vizet, ezért úszóként kezdtem. Vasváriba jártam, úszótagozatra. 6 évig voltam úszó, aztán mivel ott nem találtam annyira helyem, illetve nem voltam annyira sikeres benne, mint amit én szerettem volna, így sportágat váltottam. Maradtam a vízhez közel, vízilabdázó lettem, és közel 18 évet vízilabdáztam. A pályafutásom során nagyon sok edzésformával találkoztam. A szárazföldön természetesen, ugye a vízbe adott volt maga a vízilabda, és az ahhoz érdemes sportok, illetve azok a tevékenységek, de a szárazföldi résznél találkoztam a TRX-el, jött egy fiatalember, aki bemutatta nekünk ezt, illetve egy pár alkalommal gyakoroltuk ezt vele, és akkor került nagyon közel hozzám, nagyon szerettem ezt a mozgásformát. Utána még ment a vízilabda pályafutásom tovább, akkor még nem tudtam ezzel foglalkozni, aztán amikor a civil pályára kerültem, már csak edzősködtem, akkor kezdtem el. Én először inkább szabadidősportként saját magam örömére elvégeztem egy tanfolyamot, ahol megmutatták az alapokat, illetve jártam továbbképzésekre, ahol ebben mélyebben beletekinthettem ebbe a sportágba, és nagyon-nagyon megszerettem. Hozzám közel állt ez a mozgásforma, ezért továbbképeztem magam mindig, és valahogy úgy hozta az élet, hogy a vízilabdától eltávolodtam, és itt találtam meg a mostani életemet. Én nem csak TRX edzéseket tartok, hanem funkcionális tréninget is, illetve a kettőt összefűzve szeretem egy kicsit ezt is, azt is használni, szeretem az állóképességet, illetve a mindenféle bázizmunkat, mély izmainkat erősíteni. Tehát egy picit személyre szabott, attól függően, hogy kik a vendégeim, melyik korosztály, milyen edzettségi állapot, illetve az, hogy ki mit szeretne, kire, mivel kis csoportos foglalkozásokat tartok, így külön lehet mindenkire figyelni. Tehát ezt egy kicsit vegyítve szoktam alkalmazni egy órán belül. Maximum 4 fővel szoktam dolgozni, mert úgy gondolom, hogy itt eleve a hely ehhez adott, illetve itt mindenkire külön lehet figyelni, ugye ki lehet javítani az apróbb hibákat, hiszen ennek az edzésnek, illetve én úgy gondolom, hogy mindenféle gyakorlásnak az a lényege, hogy szabályosan odafigyelve végezzük a gyakorlatokat, hogy a sérüléseket elkerüljük. Minden edzés egy bemelegítéssel szokott kezdődni, ezt általában már aki régebb óta ide jár, szépen önállóan levezényli, illetve egymás között megoldják, természetesen aki újonnan érkezik, mindig be szoktam mutatni, le szoktuk vezényelni együtt, hogy mire kell figyelni, hogy a bemelegítés jól működjön, hiszen az alapja az edzés elkezdésének. Körülbelül 50-55 percet szoktunk aktívan dolgozni, ez természetesen tényleg függ attól, hogy ki milyen edzettségi szinten van, hiszen nem várható el az kezdőtől az egészen haladóig, hogy mindenki ugyanazt tudja végrehajtani. Ez darabszámban, mennyiségben, időtartamban szokott esetleg eltérni, de azért, ahogy kialakultak már a kis csoportok, nagyjából mindenki hasonló edzettségi szinten van az adott csoportokban, így nagyon szépen tudnak együtt dolgozni. Majd a végén ugye az edzésnek van egy levezetésünk, amit úgy szintén, aki már régebb óta járt, önállóan véghez tudja vinni, aki nem, ott mindig szoktam segíteni. Én ez mellett triatlonozom is, most már mondhatom, hogy ez a második éve, hogy versenyszerűen triatlonozok. Ugye az úszó múltamból, illetve a vizes múltamból adott volt az, hogy a triatlonnak az úszás része nekem fekszik. Ugye volt egy idő, amikor abba hagytam a vízilabdát, akkor úgy nem nagyon találtam azt, ami még úgy közel állna hozzám, de nem függ olyan nagyon semmitől, de akkor kisgyerekem volt, akkor más volt a munkám, tehát olyat kellett találnom, ami nincs időhöz kötve, ez volt a futás. Akkor éveken keresztül csak futottam, ugye és TRX-eztem, illetve ezt az edzést csináltam, amit itt csinálunk, és aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy megismerkedtem több dunajvárosi triatlonossal, és így kerültem ebbe bele. Ugye a bicikli az tőlem annyiban távol állt, hogy azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák, ezt nagyon szépen megtanították nekem, illetve azért még van nagyon sokat fejlődni, de az alapjait úgy gondolom, hogy nagyon kedves emberek el tudták nekem ezt sajátítani, illetve sokat szoktam ezzel bíbelődni, úgyhogy még emellett a triatlon van, ahova versenyekre járok,
ugye ez mindennapos elfoglaltság, egyik nap futás, úszás, bringa, ugye mivel három sportágról beszélünk. Zsámbók Lili tehát szinte egy percre sem ül le, edzésein egyébként szinte minden nap minden percében megtalálhatják őt a mozogni vágyók. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!